Es zeigte einst vor 2000 Jahren Meister Zhuangzi einen Schmetterling. Ich war, sprach er verwundert und zerfahren, ich war im Traum dies flatterhafte Ding. Ein Schmetterling, sprach er, ein bunter Falter, der flatterte und sprang im Sonnenlicht. Er ahnte nichts von meinem Sinn und Alter. Da wachte ich auf. Und jetzt weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, so sprach der Meister weiter. Und der Gedanke quält mich fürchterlich. Träumte Zhuangzi von dem Flüger weiter, oder träumt jener frohe Falter mich? Én jót nevettem. Ne tréfáj, Zhuangzi. Ki volnál? Te vagy Zhuangzi. Tehát, ő mosolygott. Az álombéli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuangzi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat. Én.